A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, régi álmom, kedves nézőink, hogy beszélgessek Ferenczi Noémivel valami másról is. Nagyon sokszor találkozunk, mi tisztelettel köszöntelek. Jó estét kívánok, szervusz. Gyakorta találkozunk, de elsősorban a Fehérholló Diák Színpad különböző előadásain előtt, közben, utána. De és most azonban az a megtiszteltetésért, hogy ott voltam a Fehérvári Szép Versek bemutatón, ezt megmutatom, amiben természetesen ott vannak Ferenczi Noémi versei. Kezemben van a kirakós, erről is szó esik majd. Természetesen kell, hogy beszéljünk a Fehérholló Diák Színpadról, hiszen rövidesen 15 esztendősek lesztek, ami azt hiszem, hogy egy csoda pillanatokat tartogat minden színházbarátnak, aki kísérte ezt a folyamatot. És hát sok minden másról. Ugyanakkor én a pedagógus pályádról kérdeznélek elsőként, hiszen magyar-német szakos tanárként, vezető tanárként a Ciszterci Szent István gimnáziumban ez egy óriási kihívás. Nemrégiben erről beszéltem elődatyával, aki azt mondta, hogy amikor a József Attila gimnáziumból újra Ciszterci Szent István gimnázium lett, az számára is meglepetés volt, és rangnak tartja ma is, és napról napra megerősítésnek azt, hogy ott jelen lehet továbbra is a diákok életében. Nos, hát te hogy vagy ezzel? Én is hasonlóképpen élem meg. Nem volt még olyan pillanat, amikor úgy éreztem volna, hogy rossz helyen vagyok érdekes módon. Pedig hát bele lehet unni a legjobb élethelyzetbe is, de én tényleg ugyanígy, mint az atya, megtiszteltetésnek és boldogságnak élem meg, hogy ott beléphetek a kapun. Öröm nekem ott tanítani. Nincs kétségem felőle, hogy ma már nem bánod, hogy nem lettél rendező, vagy építész, vagy adott esetben orvos, ahogy a szüleid gondolták, és azt hiszem, hogy ez így kerek ez a történet. Annál is inkább, mert hogy ez a magyar szaka némettel együtt, ez egy kiváló lehetőség arra, hogy egy kicsit kitáguljon a pedagógusi karaktered is. Igen, az jött meg a legnehezebben, vagy az jön meg a legnehezebben a pedagógusi, egy tanárnak annyi mindent kellene tudni. Tehát szeretni kell a szakmát, kell, hogy legyen egy egyénisége, talán ezzel kellett volna, hogy kezdjem. Ez talán adott, van egy elég erős személyiségem, vagy egyéniségem, és megvan a szakma iránti szeretetem, érdeklődésem, meg az alázatom is. A pedagógiai oldala, erről már beszéltünk talán veled is többször is, hogy az viszont egy kicsit nehézkesen indult nekem, mert nem vagyok alapvetően egy olyan ember, aki a Rivalda fényt szereti, és most ezt idézőjelben mondom, tehát nem szeretem osztani az észt. Úgyhogy ebbe bele kellett, hogy tanuljak, hogy milyen az, amikor gyerekekkel és 35-39 fiatallal állok szemben, és így kell kommunikálni. Úgyhogy ezt a mai napig tanulom, most már egyre jobban lubickolok ebben a helyzetben, egyre jobban élvezem. De ez rendkívüli kihívás mindenképpen. Annál is inkább, hiszen ahogy említetted, itt már is egy csavar van a történetben, hiszen a rendezői pályád, a 15 éve indult, de szerettél volna már előtte is rendezni. És én azt látom, helyek közel végigkísértük a Fehérholló Diák Színpad sorsát az elmúlt időszakban, fantasztikus növendékeket neveltél színpadra, és én úgy gondolom, hogy ez minden egyes előadás megerősítés. Mi nemrégiben ugyan sok hűvó semmiért darabról számoltunk be, de azt hiszem, hogy ez fontos. Hogy megy a kiválasztás? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy ebben a felgyorsult világban a iskola a legfontosabb. Főleg egy olyan intézménynél, mint a Ciszter. Tehát ugye jövőkép kell, hogy legyen a gyermekekben, a szüleik is erre nevelik, tanítják őket, a pedagógusok nem különben.
ugyanakkor ez egy óriási felelősség a diákszínpadot megteremteni önmagában. Honnét jött a gondolat? Először erre a felelősségre hadd reflektáljak, hogy én is így élem meg, hogy valóban egy nagy felelősség. Nem szeretem a gyerekeket sztárolni, vagy nem szeretnék kiszínészt faragni senkiből, és ezért mindig ott érzem azt a felelősséget, hogy amikor egy feladatot adok nekik, akkor ezúttal delegáljam ezt a felelősségtudatot is, hogy nehogy azt gondolják, hogy ettől ők most nem tudom, mások lettek, vagy különbek lettek a társaiknál, hanem hogy mindenképpen úgy éljék meg, hogy valamit adnak a többieknek. Nagy öröm számomra, amikor ezt átélik, hogy mennyi mindent lehet adni egy előadással a közönségnek. És nálam is az indítatás az innen jön. Az az öröm, az a felszabadult, akár nevetés, akár katarzis, ami egy ilyen előadás után szembe jön velem, az számomra egy hatalmas ajándék, adomány a sorstól, és még a kiválasztásról, hogy hogyan megy a kiválasztás, intuícióval, leginkább intuitívan megy ez így nálam. Azon viszont elgondolkodtam már, hogy mi lenne, hogyha én nem ilyen remek és jó adottságú gyerekek között mozognék nap, mint nap. Tehát, hogyha egy hátrányos helyzetű vidéken kellene ugyanezt más keretek között ugyanezt létrehoznom, biztos vagyok benne, hogy ott sem bírnék magammal. Tehát ott is valami hasonlót hoznék létre, egészen más kontextusban, és nyilván más lenne az eredmény is. De abban is hiszek, hogy ez nem tehetség kérdése. Az amatőr színjátszás az a szeretetről szól, a színpad és a játék szeretetéről. Mi amatőrök vagyunk, ezt mindig hangsúlyozom, és amatőr bárki lehet, akár jó színészi adottságú, akár nem. Tehát bárki jöhet, aki szeretne. Igen, ezt megtapasztaljuk egyébként itt Fehérváron, szerencsére jó úton járunk. Tehát ha azt mondom, hogy Szabad Színház, Prospero Színkör, a Fehér Hollót nem kihagyva természetesen, vagy a Teddy, tehát remek színjátszó csoportok alakulnak, és azt hiszem, hogy most már ezt a szót, hogy amatőr, nyilván ezt jelző szerkezetként használjuk, de sokkal többre képesek, ez már szinte profi, legalábbis az előadások, a körítés és mindaz, ami körülvesz egy ilyen produkciót. Engedd meg, hogy idézzelek téged, hiszen a Fehér Holló megalakulásáról valamikor 5 esztendővel ezelőtt azt írtad, hogy az alapokra építve 2006-ban született meg a legújabb ciszterci színjátszókör, ami a szokványostól kicsi eltérően forgószínpadszerű. Itt a forgószínpadszerű nyilván arra vonatkozik, hogy azok a gyerekek, akik leérettségiznek, illetve bekerülnek abba a korosztályba már mondjuk 14 évesen, akik leérettségiznek, elmennek, viszont pótolni kell. És ha olyan színvonalas darabokat szeretnél, akkor bizony oda kell figyelni, hogy kit fogad be a társulat. Egyébként kit fogad be? Mindenki. Ez mind múlik. Mindenkit befogad. Ez szokott gondot jelenteni, hiszen nincsenek olyan darabok, ahol mondjuk 50 gyerekre van szükség, vagy főleg olyan darabok nincsenek, ahol túlnyomó rész lányok kellenének, és vannak olyan éveim, amikor több lány van, mint fiú, és fordítva is előfordul. Tehát ez mindig egy feladat nekem, hogy azt az évadot megszervezzem úgy, hogy mindenki labdába rúgjon. Ebben nagyon kapóra jött nekem az Atlantis program, mert ez azt jelenti, hogy akkor a végzősök, illetve azok, akik már egy kicsit kiforták, kinőtték magukat, ők részt vesznek egy ilyen egész estét betöltő darabban, mint például a Sok hűhó, vagy a 12 dühös ember volt ugye tavaly. És emellett pedig, amikor ezt lezárjuk, tehát megvan a bemutató és néhány előadás, hála Istennek most már a felújított iskolában, mert ugye amíg a felújítás zajlott, addig ezzel is hatalmas gondunk volt, és akkor utána pedig jöhet az Atlantis projekt, vagy valamilyen más kisebb projekt, ahol a felnövekvő ambíciós nemzedék is jöhet és megmutathatja magát, vagy adott esetben mindenki együtt megmutathatja magát. Most például ez lesz az Aranybaladák kapcsán 52 fiatal
egyszerre lép színpadra. Igen, most lesz az Atlantis, szóval Lőrinc Zsuzsával nemrégiben beszéltünk erről, hogy természetesen egészben közvetítjük, mert hogy ez egy kivételes diákprogram. Viszont ha nézzük azokat a darabokat, amelyeket színpadra állítottál az elmúlt időszakban, akkor én arra figyeltem fel, hogy abszolút klasszikusok mellett, tehát 2007-ben az Ember tragédiája volt, aztán Shakespeare Szent Ivánéi álom, aztán Ambrosius Nestrója Talizmán, a sok hűhoz semmiért. Ugyanakkor ott volt a saját darabod, a Sekő sem habarcs, a Caritas et Amor tökéletes volt, és így tovább. És ráadásul olyan kivételes darabok, mint a Bojtárból Tündérkirály, tehát a Petőfi, a Tündérhonvándorai, és így tovább. Hogy választasz darabot? És általában ez a fiatal nemzedék, ez miként, ugye lubickolásról van szó, feltéve, ha már megtanulták a szöveget, és figyelnek rád, hogy fogadják a klasszikust és az ízig-vérig mait? Hihetetlen bizalommal. Ez nagyon megtisztelő, hogy most már annyiszor visszakapom azt, visszahallom azt, hogy én nem tudom, hogy ez milyen lesz, de hogyha a tanárnő azt mondja, akkor én ebben maximálisan megbízom. Tehát sokszor egy fejest ugranak a darabba, fogalmuk sincs az egészről, és aztán egyre komfortosabban mozognak benne, legyen szó egy klasszikusról, egy modernebb darabról, vagy pedig akár a saját darabomról. Csupa jó élmény ért ezzel kapcsolatban. A darabokkal pedig, hát ugye erről profik is tudnának nyilatkozni, hogy mennyire nehéz darabot, jó darabot találni. A jó is egy relatív fogalom, mert vannak jó, meg nagyon jó darabok. Én igyekszem nagyon jó darabokat találni, de vannak olyan nagyon jó darabok, amikkel mondjuk én el tudnám mondani azt, amire éppen gondolok, viszont nem tudom a gyerekeket foglalkoztatni, és akkor ilyenkor mindig háttérben marad az, hogy én éppen mit szeretnék. Tehát az én művészi önkiteljesedésem az természetesen csorbul. Azért mondom, hogy természetesen, mert hogy a prioritásokat az ember fölállítja. És én így állítottam föl magamnak, úgyhogy ez így előfordulhat, hogy nem mondok el mindent a világnak, amit én el szeretnék mondani. Hát az legfeljebben marad, vagy más formában mondom el. Arra itt vannak a versek, erről például is fogunk beszélni, igen. Viszont a gyerekek miként élik meg egy-egy darab mélységeit, hiszen azért egy Shakespeare-t meg kell tanulni, kezdjük azzal, és nagyon is jól tudjuk, hogy nagyon sokat kell tanulniuk ezen felül is, hiszen gyakorlatilag mindannyiuknak komoly céljai vannak a későbbiekben. Ez az egyik kérdés, a másik pedig, hogy fogadják a szereposztásokat. Ez tudom, hogy kulisszatitok, de ez érdekes, hiszen azért egy tinédzser mindig hiú maradjon. Így van, mindenki a főszerepet szeretné. Mindig ez a legfontosabb kérdés, hogy és ez mennyire komoly szerep, nem veszik jó néven, hogyha a háttérben maradnak, pedig úgy gondolják, hogy ők már alkalmasak lennének egy-egy szerep eljátszására. Hát ilyenkor meg kell őket győzni, hogy hatalmas lehetőség van mondjuk egy Tufa szomszéd alakjában is. Most éppen ő nem volt elégedetlen a szövegével, de hát előfordul, hogy azért vannak ilyen kis sérelmek, ilyen kis ego balesetek, hogy nem azt kapja, amire számított. Ugyanakkor és pluszt kapnak, én azt látom. Tehát időt kell erre szánni. Tehát én teljesen mindegy, hogy most amatőr vagy profi színház, rengeteg a próba folyamat, oda kell figyelni minden egyes mozzanatra, meg kell tanulni természetesen, ami egy adott esetben egy másik tevékenységtől vesz el időt. Tehát itt elhivatottnak kell lenni, hogy erre áldozzon időt a fiatal. Hát igen, igen, ez így van, és arra is, hogy mondjuk egy esti próbán ott legyen, ami egy online próba is, ami nem egy ficánkolás. Abszolút kellemetlen dolog részt venni egy online próbán este 8-tól. Még egy kicsit beszéljünk a művészetről, vers. Esztendőről, ugye én magam is képviselem a médiacentrumot a versünnep zsűriében, és azt figyelem meg, hogy a Ciszterből mindig remek csapat érkezik, folyamatosan nyer is a legjobb, ugye az utolsót Farkas Eszter nyerte, aki egy csoda. Maradjunk ennyiben, de az összes többiről elmondható ez, akik megmérettetnek. Ez mennyire van hatással, hiszen rád, illetve rájuk?
hiszen többségében ők a Fehér Holló diákszínpad tagjai. Sőt, 91%-uk. Igen, most már elmondhatjuk. Így a kezdetek kezdetén ez még nem feltétlenül. Megerősítést mindenképpen abban, hogy ez egy fontos dolog. Ma éppen erről beszéltünk, ugye, hogy a székely gyerekeknek ez még az anyanyelvük, hogy verset mondjanak, és hogy tolonganak, hogy egy versmondó versenyen megjelenjenek. Itt azért nem dúskálunk ennyire a versmondókban. Van úgy, hogy meg kell szólítani fiatalokat, hogy figyelj, te remek, nem így mondom nekik, hogy médium lennél, de hát tulajdonképpen erről beszélünk ebben az esetben is, hogy ugye átengedni egy szöveget magán, és megfelelő előadói készségekkel rendelkezni ahhoz, vagy legalábbis annak a csírája meg kell, hogy legyen a gyerekben ahhoz, hogy ez kifejleszthető legyen. És itt megint a bizalom az, ami fontos, hogyha azt mondja a tanár, hogy nézd, szerintem érdemes lenne ezzel foglalkozni, akkor eljöjjön velem egy darabon, és utána természetesen elengedem. Tehát én nem szoktam görcsösen ráncigálni őket, alkalmakra, vagy nem tudom, különböző megbízatásokat adni, viszont hát éppen az emlegetett Farkas Eszter, aki szerintem is egy teljesen egyedi, és egy olyan tehetség, aki ritkán jön szembe velem, tehát hogy annyira kár lett volna, hogyha Eszter nem mutatja meg magát a világnak. Versben és dalban tegyük hozzá. Hihetetlen adottságú. No, ez ugye ehhez hitelesség kell. Manapság egy 17-18 éves fiatallal beszélni, és rábeszélni adott esetben, hogy milyen utat válasszon. Te hiteles vagy mindenképpen, és ez azért meggyőző érv emellett, hogy ezt sikerül mindig végigvinned, és ez nem csak a színházra gondolok, hanem a versre, mert hogy a gyerekek nyilván tudják, hogy te magad is verselsz és írsz. Van, aki tudja, nem mindenki tudja. Van, aki tudja, van, aki olvassa is, és van, aki emiatt felnéz rám, van, aki lenéz rám. Tehát egy nagyon különbözőek ők ebben. Hiteles vagyok. Hát igen, elég öreg vagyok már ahhoz, hogy sok mindent átéltem, és ezeket úgy megpróbálom szavakba önteni, és ők ezt így elfogadják, mint instrukciót, és előhívják magukból ezeket a nem emlékeket, de mégiscsak magukból építkeznek, és hihetetlen színeket tudnak felhozni a fiatalok. Sok mindent, amiről mi úgy gondoljuk, hogy ők még nem találkoztak vele, mégiscsak átéltek, még hogyha nem is személyes tapasztalatuk van róla, azért érzelmi lenyomataik nagyon sok mindenről vannak, és ezeket kell előhívni. A versek kivételesen fontosak a 21. században, itt Fehérváron meg annál is inkább, mert a Vörösmarty Társaság kellő módon gondoskodik a fiatalokról most már, hála Istennek, hiszen a Vörösmarty kuckó 1 éves lett nemrégiben. Emellett pedig nyilvánvaló, hogy megbecsüli azokat az alkotó embereket, akik itt vannak köztünk, mert hogy ennél fontosabb nincs, főleg egy ilyen helyzetben, és most a helyzetet hagyjuk. Viszont azt nem hagyhatjuk, hogy ugye megjelent a Szép Versek kötet, a Fehérvári Szép Versek kötet, ebben is benne vagy természetesen. Megjelent a Kirakós, és így tovább. Erről fogunk beszélgetni, viszont hoztál nekünk egy olyan verset, ami ebben nem szerepel. Hát amelyik még sehol nem szerepel, mert hogy egy tervezett kötetbe készült, ami aztán vagy megszületik, vagy nem, és Jankovics Ferenc örvén egy ilyen tematikus kötet lenne, és hát Bobori Zoltán kért meg, hogy írjak, és akkor nekem először így össze kellett kaparnom a Jankovics emlékeimet, amikből nem sok volt. Én arra emlékeztem, hogy egyszer egy tanítványom mondott egy Jankovics verset, meg hogy az úgy megvolt nekem, hogy fényesszelek, de nagyjából ennyi, és aztán gyorsan ott utána olvastam, hogy akkor őt mégis hova kellene elhelyezni. Ja, meg azt tudtam még, hogy hova járt iskolában, nagyjából ennyi volt az én tudásom róla. És aztán hát úgy olvasgattam a verseit, és egy olyan klasszikus arcélű költő rajzolódott ki nekem. Azt nem tudtam, hogy kőművesnek szánta az édesapja, meg azt sem tudtam, hogy a Pentelei iskolába járt, általános iskolába, ahol én olykor megfordulok a busszal, mert ugye én úrhidai vagyok, igen, és néha betér a buszom Pentelére,
És akkor már is olyan otthonos volt ez a téma, és valahogy úgy nagyon könnyen jött az üzenet oda átra. Úgyhogy ezt osztam el, bocsánat, ilyen kis cetlin, az a címe, hogy Rezzenés, és J.F.-nek, aki kis ilyen kőműves lett, innen oda. Egy mottója is van, ez Jankovicstól származik, és így hangzik, hogy szembe veled elillanó szabadság, ó szemfényvesztő égbolti alak, kit körül táncol esztelen a vadság, kit csonka szájjal kiáltoztalak. Ha már a hamvad szép szelek szétfújták, ha nem vagy zászló, dob se már, se kürt, ha visszanézel oda átról lágyan e golyób is, ami már-már elmerült, mit ad neked az év, a köd, a távlat, a másvilági szörnyű könnyűség? Csak megbiccented, mészémállott vállad, a libida halál nem könnyelműség, amit felraktál, bekövült a létbe, kő, kő, kő lett volna. S lett helyette szó. Nem omlik az, ami így jött egyszer létre, ami a szívbe bevakolható. Vissza, ha nézel, ére még, és izgat? Érdekel még vinkli, párhuzam? Vagy ha szelet csapnál oda átról, van agy, amin a szellem átsuhan? Lettél-e, mint gondoltad, szabad szív? Vagy húzatos cug, kelepce az űr? Mely, mint az örvény beránt innen elszív, és sejtjeit közt bambán elterül. Voltál, vagyis, légy nyugodt, barátom, törvényez, míg rezzen lepke szárny, hogy élet sarjad minden sejt parányon, és örök szél a lélek mindahány. No, na, leborulok. Annál is inkább, mert nyilván majd a Bakonyi Pista barátunk irodalomtörténészként ezt elemezni fogja, hiszen ez egy fantasztikus, hiszen ízig-vérig 21. századi egyik oldalról, a másik oldalról pedig ott vannak azok a mélységek, amit csak egy kifejezetten gondolkodó, jótollú költő tud tolmácsolni nekünk, főleg Jankovics Ferencről, hiszen ő egy különleges egyéniség volt. Én erre figyeltem fel egyébként az íróasztal, hiszen erről még nem beszéltünk, az íróasztalt is a Vörösmarty Társaság hozta létre, Péma Klári Éva beszélgetett veletek, ugye veled és Zilahiel Ágnessel, hogy mennyire különös és különleges az az elv, amit te képviselsz a verseidben is. Tehát ezek a versek semmihez sem hasonlíthatók. Tehát egy olyan stílust képviselsz, ami egyszerűen fantasztikus. Ugye a szép versekben már ezt megtapasztalhattuk, viszont aki a kirakóst nézi és olvassa, és ezt ajánlom minden fiatalnak és kevésbé fiatalnak, az egyszerűen, tehát most csak itt kinyitottam véletlenszerűen, Igeidők a búzaföldön. Steve-nek, aki már elment. Elvettettél, pihentél. Learadt a nyarad, őrlődsz, sütteted magad, a kés leszel. Egy szelet leszel, vásik rád a fog, örökös jövőidő. Honnét jönnek ezek a gondolatok, és ez a fajta megfogalmazás? Hát ennek az egyik része agy, a másik része nem. Vörös Sándor írta le a poézi születését, és egyáltalán vers születését, az nagyon sok mindenből összejöhet. Van úgy, hogy egyetlen sorból lesz vers, és van úgy, hogy egy gomolygó valamiből, ami egy nem meghatározható helyen van, tehát nem az ember agyában, hanem valahol a köztestérben, és ez számomra megmagyarázhatatlan, úgyhogy nem tudom elmondani, hogy ez hogy működik. De borzongató mindenképpen. És én itt búcsúzóul azt szeretném kérni tőled, hogy itt van előttem a szép versek, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ebből a fehérvári szép versekből egyet olvas fel nekünk. Válassz, amit tetszik. Itt kinyitottam én a nevednél. Mert ezek nagyon fontosak számunkra. Hiszen valljuk meg, hogy egyre kevesebben olvasnak, általában kevesebbet olvasnak az emberek, és kevesebb verset. Tehát tulajdonképpen ez is nagy kihívás, hogy valaki folyamatosan leüljön, és azokat a gondolatait megfogalmazza versben, ahogy te magad is teszed.
Hát folyamatosan nem, olykor igen, és annyira boldog vagyok, mikor valami olyan néz vissza rám szövegformájában, ami hasonlít vagy emlékeztet rám. Nem tudom, melyik legyen, egy hosszabb vagy egy rövidebb, mi fér bele? Most belefér a hosszabb is, azt hiszem. Rendben, akkor legyen az előszó köz. Ez nem egy vidám vers, pedig szoktam vidám verseket írni, mert hogy a humor azért elég fontos alkotó elemem. Viszont ez egy annyira emlékezetes pillanatban született, 2020 tavaszán, amikor már láttuk, hogy a Covid beleng mindent. Előszó köz. Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. Felhő, ha volt, hát nem fejünk felett. A pánik halkan vírus módra terjedt, s vírusként ontotta ránk a mémeket. A légben félsz, és felhőtlen fiesta bizarr koktélban kavargott vegyült. Az egyik épp az intenzíven hörgött, a másik sitten, biztonságban ült. Az egyik veszteg maradt, karanténban otthon, a másik maradna, jaj, de nem lehet. Az apokalipszis patkoló kovácsa így ritmizál és farag rímeket. Az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Melyik vagyunk mi? Egyik vagy a más? Ez nincs ott a széljegyzetedben, bibliai elragadtatás. Az agy meg kattog, így kalibrált műszer. Jónás könyve így lett, meg a nem tudhatom. S látjátok-e feleim szemtekkel, mi vajúdás fattya a Dekameron? Fattyú, nem gyöngy, mondom. Izzadság kristály, félelem jegetsz. Vírusok a múltból, szópalackba zárva. A dugót kihúzod, s újra mételjez. Ne a sort olvasd, ha jót akarsz magadnak. Ne az agy lármáját, a rettenetet. A szív emlékszik a szó előtti csendre. Őrzi a békét, a sor közöket. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. És köszönöm, hogy megtiszteltél. Várjuk a következőt egyik oldalról, másik oldalról pedig a nézőknek, és neked is ígérem, hogy természetesen a Fehér Holló előadásain ott leszünk, hiszen ott a helyünk, és ugye nincs kétségem felőle, hogy akik eddig jártak, azok ezután is megteszik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Ferenczi Noémi volt, a Cisszerti Szent István Gimnázium pedagógusa, költő, író, rendező. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.